A gázellátás terén új befektetések várhatóak, jelentette ki Alexander Antic energiaügyi miniszter a rendezvény megnyitóján. A tervezett fejlesztéseken kívül az udvarnoki gáztározó kapacitását is kibővítik. Ezen kívül kiépül a Szerbia és Bulgária közötti gázvezeték, de a miniszter elmondása szerint egy ilyen kapcsolat Romániával sokkal hatékonyabb lenne. A román határ felé jó infrastruktúrával rendelkezünk homokrévig, azaz mokrinig, de szükségünk lenne még egy 6 vagy 7 kilométer hosszúságú gázvezeték kiépítésére, hogy elérjünk a román határig. A jövőben vajdaság energia felhasználásának túlnyomó része a megújuló energiaforrásokból valósulna meg. A tervezett szélerőművek 90%-a tartományunkban fog kiépülni. Szerbia a szélerőművekkel kapcsolatos befektetések terén a tizedik helyet foglalja el. Olyan országok közelében, mint Norvégia. Országunk összesen 1 milliárd eurót fektetett be a szélerőművek kiépítésébe. Érdemes a megújuló energiaforrásokba befektetni, hiszen hosszú távon igen gazdaságosak. Jó példa erre a Trade Unique cég, amely egy napelemes rendszer kiépítését tervezi India község területén. Vajdaság természeti kincsei közé tartozik a napsütés is. Egy évben megközelítőleg 250 napsütéses napunk van. Ebből következik, hogy a napelemes rendszerekbe való befektetés kifizetődő, nagyjából öt év alatt megtérül az összeg. A szerbiai energiaügyi stratégia értelmében az ország energiafelhasználásának 27%-át megújuló energiaforrásból kell biztosítani. A szakemberek szerint ez a stratégia két év alatt megvalósítható.